Szép jó estét kívánok mindenkinek, én Varga Bálint vagyok, és ma 2021. február 19-e van. Remélem, hogy a hangom jól hallatszik. Itt engedtünk néhány videót, hogy meglátjátok, hogy voltunk több helyen, Minskbe, Berlinbe, Dubajba, és nekem érdekes mindig, amikor ma is megkérdezték, hogy ez valódi, köszönöm szépen, valódi projekte, léteznek-e ezek a járművek? Hát, ahogy mondtam, horvátul nem értettétek sokan, azt a unibusz, amikor mentünk, hogy vagy ezek a unibuszak igaziak, vagy mi nem vagyunk. Úgyhogy tényleg egy csodálatos projekt a Skyway, és én mindig mondom, hogy személyem szerint ez a legjobb hosszú távú befektetés, és ez fogja megváltoztatni a sok embernek világszerte az életét, mert ha nem fogja eladni túl gyorsan a részvényeit, akkor lehet, hogy ez lesz egy hosszú távú minden rendszeres befektetés, ami a nyugdíj alapot kibővíti, de tudom, hogy soknak ez lesz a fő bevétele, főleg akkor, mikor az emberek már idősebbek és nem tudnak dolgozni, mikor minden éven megkapjuk a osztalékot, mert terv, hogy egy 100 saját célprojekt épüljön ki a következő 10 évbe, amit a Junicki az alapító mindig mond, hogy látom, hogy működik, szuper működik, akkor Anatoly Eduardovics Junicki, a Skyway alapító már több mint 45 éve készítette ezt a projektet, megálmodott valamit, lerajzolt, próbálkozott, volt neki több próbálkozás egyszer Moszkva környékén, utána Litvániába próbáltak, és akkor végül Belorussziába sikerült megkapni egy telepet, ahol elindították ezt a projektet, és ezért kellett egy projektfinanszírozás, mert tudjátok, hogy a bankok és nagy befektetők ilyen startup projektekbe nem nagyon hisznek, mert millió van, és akkor elindítottak egy crowdfunding úgynevezett projektfinanszírozást, ahol akár már 50 dollárral lehetett venni egy csomagot. Hivatalosan ez úgy működik, hogy egy kölcsönt adunk a cégnek, amivel kifinanszírozza ezt a projektet, felépíti a technológiát, és utána a osztalékból, vagy ha kimegy a tőzsdére, akár ezeket a csomagokat beváltsák részvénybe, és a tőzsdén el is tudjuk adni őket, ha úgy gondolunk. Én mindig azt mondom, hogy igaz, el kell adni valamennyit, de soha ne adjátok el mindet, mert az, aki megveszi, akkor azt fogja kapni az osztalékot, úgy, mint például, ha van valakinek részvénye, bármilyen más cégből, még régebbi cégekből, mint Coca-Cola, vagy ilyen valami, akkor azok is kapják mindig az osztalékot. A mi befektetésünk úgy működik, hogy
van egy közvetítő cég, és a Skyway Community-n keresztül befektessük az anyacégbe, és ez az anyacégnek van három holdingja, meg még egy külön cég, akin keresztül az amerikaiak is be tudnak fektetni, és ezek a holdingon itten lesznek majd a részvények, és a Unitsky String Technology a cég, aki ezt mindet vezeti, de természetesen a GT-be, Global Transport Investing céghez tartozunk. Ez egy ilyen csoport cég, korporáció, úgy is lehet mondani. Eleinte elmondok néhány információt, de végre is hagytam valami érdekes dolgokat. Most március 1-től indul egy új akció. Lehet, hogy már valaki látta is. Ez 27-én, vagy mikor van, csak akció. Most 22-én, bocsánat, lesz a webirodában minden nyelven, és azt jelenti, hogy aki márciusban szponzorál valakit, talál egy befektetőt, és az első héten, ha valaki az új partnerünk, közvetlen partnerünk, megvesz egy installment csomagot, ami azt jelenti, hogy több hónapra, részletre, akkor 30% lesz a bónusz jutalék. 15 a standard, és 15 egy ajándék bónusz, ami jár. A következő héten a 15 plusz 11 összesen 26%, harmadik hét 23%, 15 plusz 8, és negyedik hét 20%, 15 plusz 5% bónusz. Ez korlátozva van, maximum 2 havi részleti befizetésre. Az, hogy valaki megveszi egy egész csomagot, egyszerre kifizeti, arra nem jár. Szóval ez csak részletcsomagra és maximum 2 részletre fizetnek. Ez a márciusi akció, amit most 22-e az hétfőn bent lesz mindenkinek az irodába, és minden nyelven, magyarul is, bent lesz. Ezen kívül minden hónapba fognak indítani új akciókat, és különleges promóciókat, ami előre viszi, hogy minél előbb a 14. és 15. fázis projektet fejezzük be. A tokent azt továbbfejlesztik, és ahogy hallottam, várható július 1-től, hogy elindítják a Skyway tokent. Azt még nem tudom, hogy milyen ár lesz, de valamikor május vagy júniusban megkapjuk erre a pontos információt. A részvény visszavásárlás tőzsde előtt ezt is tervezik azoknak, főleg az idősebbeknek, akik már 3-4 vagy 5 éve, ugye 2014-ben kezdték a projekt finanszírozást, esetleg vissza akarják vásárolni, a Skyway visszavásárolja, olyan személyeknek, akik nem tudják, vagy nem akarják kivárni a tőzsdét. Ez csak akkor történhet meg, ha a Sharjah és felépül, ami természetesen az idén lesz, és a célprojektek elindítása, ami ugyanúgy az idén lesz. Most következő 1-2 hétben lesz egy tárgyalása Unitskyval, valami 20-22 téma. Egyik téma a
kitervezés a 15. fázisra, mert már nagyon vége fele vagyunk, és én úgy gondolom, hogy márciusban már tudjuk a dátumot, hogy mikor indul a legutolsó 15. fázis. Így a januári forgalom a összes 2014-től idáig ez volt a legnagyobb havi, januári havi forgalom idáig. A Skype-ot is mindjárt kikapcsoljuk. Úgyhogy nagyon jó hangulat van a Skyway-ba, ez főleg a Nigéria meg a Vietnam, de Magyarországon is nagy növekedés lett, és Európában a legjobb országok Szlovákia, Csehország, Németország, és utána akkor Magyarország. És a Magyarországot most fogjuk még jobban felemelni, és építeni, mert nagyon jó elindult a forgalom. Ami nagyon fontos, minden top expert webináriumon hangsúlyozzák, hogy mi nem részvényeket adunk el, hanem hivatalosan egy olyan szerződést kötünk a Skyway Community-val, hogy kölcsönt adunk, és mindenki eldöntheti, hogy 3 év után visszakérheti-e ezt a kölcsönt. 4%-os kamattal vissza tudja kapni. Szóval mindenki olyan, aki már több mint 3 éve befektetett, és vissza akarja kérni, írhat a supportba egy levelet, és vissza tudja akkor majd kapni. Sokan a napokban kértétek, hogy magyarázzam el, hogy hogy lesz az osztalék kiszámítás. Ezt én átvettem a Vladimir Maslovtól. Ha valakinek például 100 000 részvénye van, és mondjuk rá az idén 66 milliárd dolláros forgalom lesz, akkor abból a forgalomból a 20% nettó bevétel jár minden befektetőknek. Arányosan, hogy mennyi részvénye van. Ha 100 000 részvénye és 66 milliárd dolláros forgalom, akkor 1 000 dollár az osztalék. Ha például felényi lesz, 33 milliárd, akkor 500 dollár lesz az osztalék. Ha valakinek 1 millió részvénye van, és 66 milliárd, akkor 10 000 dollár az osztalék. Ha felényi lesz, 33 milliárd, az 5 000 dollárt kap. Ez a matek, és ez csak a forgalomtól függ. Junicki úgy döntött a menedzsmenttel, hogy 20% a nettó bevételt, annyit fognak kifizetni, ettől kevesebb nem. A Vladimir Maslov azt mondja, hogy ettől lehet esetleg majd több. Lehet, hogy első 2-3 évben nem, de utána, mikor elindul a forgalom, és az emberek veszik a jegyeket, és jön még bevétel, akkor ezt felemelhetik, akár 40-50%-ra is. De az első néhány évben természetesen befektetik, és építenek saját új célprojekteket, hogy később akkor mindig komolyabb és nagyobb legyen az osztalék, és így nagyobb értékű lesz a cég, természetesen többet ér a részvény a tőzsdéken. Oké. A Skyway projekt egy különleges projekt, aminek nincs most hasonlója. Lehet, hogy vizuálisan találkozunk, mert kaptam olyan képeket, hogy Németországból, meg Vietnámból, hogy ilyen villamosokat felraknak a sinekre, és mennek. De az teljesen más technológia. A Skyway egy könnyű technológiával épül,
és többféleképp azt hiszem, hogy 6 vagy 7 különleges sinek és acélzsinorok vannak csak a Marina Gorkában is, ahol már háromszor voltunk, sajnos tavaly nem ment senki, de lehet, hogy még az idén fogunk menni, vagy jövőre, és újból meglátjuk az új technológiát. Az a különbség, hogy lehet bármilyen telepen, akár mocsár, folyó, tengerpart, még szigeteken is lehet építeni, látjuk, hogy a sivatagba is építenek, és 8-10-szer olcsóbb, mint egy hasonló vasút, ahol ki kell fúrni a hegyeket, és nagyon drága konstrukcióval építik. A fogyasztás is nagyon sokkal kisebb, mint a hasonló. Itt lehet látni egy kereket, ami mindjárt elektromos motor, fékek, minden egy helyen van, és nagyon kevés energiát veszít el ez a konstrukció. Így minimum energiával, villanyárammal lehet közlekedni, és nagyon csendes is. Mi kipróbáltuk, már többféle járművel utaztunk Marina Gorkába. Most februárban kinyitják, még nem kaptuk a hírt, a Sharjahba is, ezt a 400 métert, ahol szabad lesz nyitott, és mindenki elmehet, kipróbálhatja. Májusban meg az a 2,5 kilométer pluszba, de erről még majd később szólok egy pár szó. Mindig visszajövök ide, oké. A gyártás már elkezdődött, az Minskben van, nem Marina Gorkában, hanem a város, ilyen város részén. Már tudnak sorozatgyártásba is gyártani. A Dubai RTA közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést, és egy Dubai Skypod brand nevezetű járművek fognak majd ott menni. Ahogy mondtam, ugye többször voltunk a családdal is, látom sokan vitték a családot egy kirándulásra, egy ilyen 4-5 napos minszki kirándulás, amit mindenkinek ajánlok, mert nagyon szép és nagyon tiszta, és főleg a Ekotechnopark, ahol lehet találkozni a Junicki úrral is, meg ki lehet próbálni, tesztelni ezt a technológiát. Ez nem egy gyors találmány, mondtam már, a Junicki egész életét ennek adta, most meg közel 700 magas inzsinyér, építész, mérnök, meg minden specialista dolgozik a Skyway-ba, akik együtt fejlesztik ezt a technológiát. Ha összehasonlítsuk a gyártást, a fenntartást, energia használatot, kapacitásot, a tisztaságot, a biztonságot, mindenhol a Skyway-nek van egy előnye. Az van, hogy a Skyway egy teljesen új, és még sokan szkeptikusak, mert az normális, hogy az emberek szkeptikusak egy valami újra. Ezt összetudjak hasonlítani a Bitcoinnal, ugye? 10 évvel ezelőtt, mikor elindult néhány centért, én most kaptam egy videót 2013-ból, ahol egy amerikai azt mondja, vegyetek $1, annyi volt a Bitcoin, legalább egyet vegyetek, és $1 millió lesz. Ezt ma se senki nem hiszi el, de $55,000 10 év alatt. Ha valaki $100 vagy $1,000 hányszor befektettünk olyan üzletekbe, amik eltűntek, egy $1,000-ost beraktunk volna, az nem tudjuk kiszámolni, $50 millió lenne, ugye lehetetlen, már ma. És
Senki nem hitte akkor, mikor a 25 ezer bitcoinnal kifizették azt az első pizzát, hogy ez fizető eszköz lesz. Sajnos én is fél dollárért kaptam ajánlatot, de nem vettem meg, mert nem értettem, hogy miért kell valahova befizetni, és akkor onnan átutalni, és akkor megvenni valamit, amit ki tudja, hogy mi lesz. A Skyway is egy olyan típusú, hogy az emberek nem hiszik el. Én azért engedtem azt a videókat az elején, hogy meglátjuk, hogy ez igazi, valódi termékek, valódi járművek. 5000 ember volt legutoljára 2019-ben ott meglátogatni, és mindenki utazott ezzel. És akkor most is jönnek, és kinevetnek bennünket, hogy há, ez nem létezik. Akkor mit mondjak annak a szegénynek? Ugye ő kis életibe, mit tudom én, nem megy sehova, nem látja, ő nem tudja elképzelni. De ha valaki elmegy egy ilyen helyre, és meglátja, én már 2016-ban elmentem Berlinbe is, ott is volt egy videó, ahol érdekelt, hogy ez igazán valódi-e. De ha már elmentek a kiállításra, méghozzá InnoTrans legnagyobb vasúti kiállítása világon, csak minden másik évben szervezik, akkor az már jelentett nagyon sokat. Most, ami folyamatban van, az a certifikát és mind ezek az engedély megszerzések. Úgy tudom, hogy azt tudjátok, hogy Magyarországon készítik, nagyon büszkék vagyunk rá, és hogy az idén ez be lesz fejezve, úgyhogy jövőre már Európába is lehet hozni célprojekteket és megkötni a szerződéseket. Ezt most a Skyway még Európába nem akarja, de ha meg lesznek ezek a szerződések, ugye itt már látjuk a gyárat is, a raktárakat, akkor van egy 50 szobás irodaház, 50 iroda bent, a Skyway Plaza is megnyitotta központot, van egy nagyon jó bemutató hely Marina Gorkába, és ami másik, ami még mindig épül, az a Sharjahba. Én olyan kíváncsi voltam, hogy 2 évvel ezelőtt kimentem Dubajba egy szlovén csoporttal, kibéreltünk egy kis buszt, és valami 30-valahányan elutaztunk oda, mikor a alapokat kezdték építeni. Már fél év után lehetett látni, hogy ezek a járművek ottan utazgatnak. Utána van egy lengyel futballista, aki Splitbe a tengerre, Horvátországban nősült, és kint futballozik Dubajba. Ezt ő készítette, ilyen képeket, elment oda, úgyhogy ő is meglátta, ő is természetesen Skyway befektető. Nagyon érdekes volt, mikor építették a sivatagba, mesélte a Junicki, hogy 30 méterre lefúrtak, és mit találtak? Ugyanazt, amit a tetején is, csak homok volt az egészben. A Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, a sárgyai Sheikh, az már meglátogatta, tőlük kapták ezt a földet, ahol építik ezt a technológiát. Ő kitervezte egy 10,4 kilométeres projektet, ami összeköti az ő palotáját, és ezzel akar majd ilyen VIP unicarba utazgatni, és Dubajba, meg többi részére, mert nagyon megtetszett nekik ez a projekt. A Skyway Egyesült Emirátusokba indult el komolyan. Több oka van ennek. Egy, azért, mert van pénzük. Kettő, mert nyitottak a új dolgokra.
Három, azért, mert ők szeretnének legjobbak lenni, legérdekesebb város, akarnak sok turizmusból akarnak élni, tudják, hogy még ez a 30-35 év maximum lesz nekik olaj, utána az elfogyik, és nagyon sok pénzt fektetnek be a napelem generátorokba, és a tiszta energiával. Ott, mikor taxisztunk, akkor általában hibrid autókkal mentünk, legtöbb Lexus és Toyota van, 50%, a többi is legtöbb ilyen japán autó, meg mindenfajta autó, minden sportos autót lehet látni ott az utcákban, de most már rengeteg a elektromos autó. Mivel a mi járművünk minden elektromos, ez egy nehéz teher projekt, amit össze akarják kötni a Sárgyát, és akkor itt a sárgyai, ami most már épül, 2,5 kilométer, és utána a kikötőbe, és a Emirátusoknak a másik részre, mi 130 kilométer, egy 30 kilométer hegyekbe is fog menni, ez 3 évre becsülik a munkát, és az idén indítják ezt a projektet. Nekünk, ami még nagyon fontos, hogy már a Sárgyát is kezdték látogatni, sok delegáció, miniszterek, meg nagy cégeknek a igazgatójuk, akik jönnek és megismerkednek ezzel a technológiával. Ma új szaúd-arábiai nagy cég, a Eri, akik szaúd-arábiai üzletemberek jöttek meglátogatni, most tudjuk, hogy építenek egy több milliárd dolláros okosvárost. Azt tudjuk, hogy a Skyway-nak nem csak összekötetés van, hanem van nekik lineáris város projekt, ami természetesen beilleszkedik a természetbe, és azt a Abu Dhabiba is tervezik építeni, meg Egyesült Emirátus, a szaúd-arábiai egy új várost akarnak építeni. Érdekes, hogy ez a terv már megvan 100 éve, és most fog teljesülni. A RTA weboldalon megtaláltuk, mikor a Skyway-al kötöttek, akkor egy szerződést, egy memorandumot. Nagyon fontos, hogy a Dubaiba és a Mohammed bin Rashid, aki a dubai sejk, és Emirátusnak az alelnöke, mindenhol az ő képét lehet látni, egész Dubaiba. Aláírt egy szerződést, ami 7 projektet építenek, és ezt kellett volna a 2020-asra, a Dubai Expo-ra. Mivel 2021-re van átdobva, a Skyway ott most kaptam információt, hogy ott lesznek a nagy kiállításon, és ott is bemutatkoznak. Nekünk van egy 15 kilométeres, 21 állomás nyi projekt. Ezt mindig mondom, hogy erről nem kapunk új hírt, mert ez benne van az a titkos szerződés, hogy nem szabad semmilyen fotót, még nem lesz kész, és nem fogják ők bemutatni. Nagyon várjuk, hogy így nézzen ki majd a fő utcák Dubajba, ami egy világreklám lesz, mert tudjuk, hogy Ausztráliába, Indiába, Vietnámba azt tudjuk, hogy van az a 100 millió dolláros projekt, amit állítólag már felét kifinanszírozták, úgyhogy az idén több ilyen projekt is indul el. Mi most a 14. fázist fejezzük be.
Márciusban remélem megtudjuk a dátumot, most már nagyon beszélnek erről. A 2021-es évi tervei két új nagy tehervírású, első kereskedelmi célprojektben felhasználó kerülő Skyway teher és személyi szállító jármű típus bemutatása. Legalább három célprojekt szerződés aláírása, és ezt el is akarják indítani. Amit mondtam, Részvitel Expo 2021 világkiállításon, ami október 1-nél egykor fog elindulni. Ide tervezünk menni, meglátjuk majd nyárig, hogy milyen lesz a helyzet. Szerintem június 15-től nagyon tiszta lesz, és lehet majd utazni. Úgyhogy októberben, ha minden rendben lesz, akkor megszervezzük és elmegyünk, akár 30-an, 50-en. Tavaly évben 110-valahányan jelentkeztek több országból. 6 év alatt a Skyway 11 szállítás és közlekedési módozatot fejlesztett ki. És Berlintől Szingapúrig azt tudjuk, hogy 7-8 kiállításon megjelent. Mára már több mint 200 ország és régió van, aki finanszírozza ezt a projektet, és amit említettem, a Unitsky String Technologies, a Skyway fejlesztő cég gyártó területei már elérik a közel 10.000 négyzetmétert. Ennyi ilyen nagy terem meg raktár van nekik. Ezt mondtuk, hogy aláírt a dubai seik. Sharja emírségben a Unitsky String Technológia központjában már megkezdődött a húrszállítás tesztelésének első fázisa, és bemutatásra kerül a Skyway nagysebességű közlekedésnek tesztmodellje is. Azt tudjuk, hogy a Marina Gorkába megkapták az engedélyt, és elkezdik egy 20 utána 40 kilométeres pályát, ahol tesztelik majd a 300-tól 500 kilométer sebességig. A Unibusz, ami 600 kilométerrel is mehet, de legelőször 350 kilométerre kérik majd az engedélyt, utána 450 lesz a normál sebessége. És ami most új információ, hogy Sharjában már megkezdődött a Skyway második és negyedik nehéz terhek szállítására szolgáltató tesztpályáinak építése. Ez benne van abban a 2,5 kilométerbe, utána ezt kibővítik a kikötőre, és innen indul akkor tovább Dubai fele egész délre is ez a szakasz. Itt meg lehet nézni ezen a képen, hogy vannak a három holding. Most, ha valaki kifizeti a részvényt, és meglátja, a hármas holdingból van, amit a Vladimir Maslov magyarázott. Nagyon rossz volt a kép, nem tudtam ide berakni, de meg van magyarázva, hogy melyik fázisból, melyik szakaszból mennyi részvényt adnak el. Úgyhogy 1,5 millió részvény van a 14. szakaszban, és van még csak a 15. rész. Az még mindig áll, hogyha aláírják ezeket a szerződéseket, és több milliárdot kapnak, akkor be tudják fejezni a 15. szakaszt előbb is, vagy lezárják, mit tudom én, fél finanszírozásba, vagy akár még az elején is. Ezt említette Unitsky már többet. És ezeken a holdingon keresztül ugye a 20% nettó bevételnek fogják fizetni a osztalékot, a dividendát. Itten meg lehet látni, ez az első holding volt, még március 17-e, itt 26 milliárdtól
volt ez a 660.100 részvény, de most már a második is el van adva, a harmadik vége fele. Én úgy tudom, hogy olyan 97-8% részvényt már eladtak, amennyit eladásra tervezték. Érdekes, hogy ez 2014-ben már ki volt tervezve mind a 15. szakasz, és terv szerint annyi részvényeket adnak el. Úgyhogy soha nem fogják eladni a feli részvényt se, maximum 49%-ot. Ami még nagyon fontos, hogy az összes részvényből nem megy ki mind a tőzsdére, hanem csak egy harmada. Két harmada az mindig megmarad, mint biztonság a céghez, cégbe, és mikor kimegy a cég a tőzsdére, akkor első 6 hónapban a kisbefektetők nem tudják eladni a részvényüket, hanem egy közvetítő cég fogja ezt vezetni, hogy az értéke ne menjen le, annyit részvényt engednek eladni, hogy a 1 dollárt meghaladja, akár 6 hónap után nem lehet ezt tudni. Lehet 2 dollár is, maradhat 1, de lehet 10 dollár is. Ezt nem tudja előre most még senki, de nagyon fontos, hogy ők szabályozzák a piacon, hogy az értéke növekedjen. Ezért sajnos 10%-ot kell a Skyway-nak odaadni, de egy óriási érdeke lesz ennek a cégnek, hogy ezt vezesse a tőzsdén, mert természetesen a Skyway nem foglalkozik tőzsdével, és ezért átadja egy ilyen cégnek. A befizetések, hallom, hogy valaki nem tudja a Visa kártyával se, megjelent a CoolPay, de mi fizessük a Visa kártyával, ma napokban, tegnap, ma nem volt semmi gond vele. Én 2-szer fizettem banki utalással, és hétfőn dél körül küldtem el Magyar Bankból, és szerdán már ott volt a számlám. Úgyhogy a kazahsztáni IBAN-on 5 eurót fizettem, valami 1100 valamennyi euró utalásra, és 2 nap alatt ott volt, sokkal olcsóbb és biztonságosabb, mint bármi más. A bitcoinnal is utaltam, egy 7-800 dollárt, és 46 dollárt vettek le a blockchain, úgyhogy őrült drága. Ami olcsó, ma utaltam Dogecoint, 2 Dogecoin, ami 1 dollár, és azonnal átment. Dogecoint érdemes venni és avval fizetni, az a legolcsóbb és legbiztosabb. A Ripple-vel még nem fizettem, Ethereum-mal már fizettem, az is most kicsit drága, mert felment majd 2000 dollárra, de nem rossz ez a kriptovaluta, de mondom, a Dogecoin azt meg lehet venni sok tőzsdén, és avval olcsón tudtok beutalni. Na, hagyd látjuk a kérdéseket. Szeretném megkérdezni, hogy idősek esetében lehetséges lenne a gyermekek részére átadni a webirodát, mivel ők öröklik. Ez most volt a kérdés, és sajnos még nem, most ezen a konferencián, de ezen dolgoznak, az volt a kérdés, hogy mikor lehet ajándékozni részvénycsomagot vagy webirodát. Ez most csak kivételesen halál esetben örökölthető, de most még ezt nem engedik, de lesz majd ez a lehetőség. Nem tudom, hogy ez idén, nagyon nagy lehetőség van rá, de jövőre már sokkal biztosabb. Attól függ, hogy megy ez a finanszírozás, meg a célprojektek. Hát én még ma délelőtt láttam a CoolPay-t, most már nem néztem ma délután, meg este. Milyen információ van még itt? Oké. Hát végül is elmondtam mindent, megint 40 perc lett. Jövő pénteken újból tartunk. Na, azt akartam én mondani. A webirodába, mikor oda mentek a hírekre,
és a heti konferenciák ottan található a péntek, a 20 óra, ez a webinárium link. Én ma sajnos elfelejtettem, és késítettem be a Skype csoportba. A mi közös Skyway World Facebook csoportba oda mindig beteszem. A magyar Facebook csoportban nincs hozzáférésem. De a, mondom, a webirodában ott mindig meg tudjátok találni. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét, és egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, és jövő pénteken megint megyünk új információkkal. Jó éjszakát, sziasztok!